A Mercantil Bankliga 11. fordulójában a Kaposvár együttesét láttuk vendégül a Sport utcában. Csapatunk számára ez a mérkőzés egy 4 meccses hazai bajnoki sorozat első megmérettetése volt. A két alakulat között mindössze 4 pont volt a különbség a találkozó előtt, ezért nem számíthattunk könnyű mérkőzésre. A kezdőcsapatunk ezúttal a horvát, Osvát, Tóth, Vágó, Pollák, Bonifert, Kállai, Hevesi, Tóth, kollega, Szepesi, Szabó összetételben állt föl. Kaposvári lehetőséggel indult a mérkőzés, Dominik nyert párharcot Osváttal szemben, majd élesen a kapu elé passzolt, az érkező Rajciról azonban mellé perdült a labda. Az 5. percig kellett várni a következő vendégakcióra. Rajci és Dominik indult meg ezúttal is, majd utóbbi Királyhoz passzolt, akinek lövése elgurult a kapu mellett. A 18. percben aztán már meg is szerezték a vezetést a kaposváriak. Albert pörgetése után Nagy indult a leshatáról, és Horváth mellett a hálóba gurított. Alig tudtunk felucsúdni a találatból, 5 perccel később érkezett az újabb sokk. Kovács Olivér vállalkozott lövésre mintegy 25 méterről, és pattogós lökete a bal alsó sarokban kötött ki. Újabb 4 perc elteltével majdnem következett a 3. vendéggól is, de a Rajci passzával meginduló Nagyot Pollák az utolsó pillanatban szerelni tudta. Fél óra telt el az összecsapásból, amikor ismét zörrent a hálónk. Nagy beadása után Rajci fejelte középre a labdát, amely a nagy kavarodás után végül Pollákról került a kapunkba. A félidő hajrájában még nehezebb helyzetbe kerültünk. Nazsa Tamás játékvezető 2 perc alatt 2-szer is felmutatta a sárga lapot Vágó Leventének. Így a szünet előtt 10 emberre fogyatkoztunk. A fordulást követően aktívabban kezdtünk. Kollega Krisztián szabadrugása a középen érkezők érintése nélkül pattogott el a kapu mellett. Az 57. percben Szepesi indította aztán kollégát. Szélsőn középre is tekert. A hosszún érkező Jasarevics azonban nem tudta irányítani fejesét. A 68. percben újabb kiállítás sújtott a csapatunkat. Nazsa játékvezető Hevesi Tóthot küldte le a pályáról egy lerántást követően. A hajrában kollega és Kvekveskiri révén még egy-egy alkalommal próbálkoztunk, de átlövéseken kívül helyzetet nem tudtunk kialakítani 2-es ember hátrányban. A Kaposvár biztonsági játékkal tartotta az eredményt, egyszer-egyszer megindulva a kapunk felé, így a 2. félidőben már nem született több gól. Ezzel elszenvedtünk szezonbeli 3. vereségünket. A végeredmény STK Árima, Kaposvár Rákóczi FC 0-3. Hát fele más érzések vannak bennem, ami fura egy idegenbeli győzelem után, de úgy gondolom, hogy nagyon jól kaptuk el a meccs elejét, jól játszottunk, talán mondhatni megérdemelten nyertünk, vezettünk 3-0 a fél időben. A második fél idő az viszont, hát azt nem tudom hova tenni egyelőre. Reméljük, hogy ez nem fog többször megismétlődni, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a győzelmünk megérdemelt, mert gyakorlatilag az ellenfélnek helyzete se volt. Borzasztó rosszul nézett ki a mérkőzés, ami szempontból az első fél idő. Azt gondolom, hogy a játék minden elevébe felülmúltak bennünket. Gyorsaságba, frissességbe, pontosságba, pályán való elhelyezkedésbe, tehát gyakorlatilag semmi nem ült abból, amit a csapat eltervezett. Én csak abban reménykedem, hogy ezen a héten most már végre kiegyenesedünk a háttérben lévő problémák miatt, mert ez most már nem teszi jót a csapatnak.